Visszajöttünk Piliscsabára, hogy a közel egyévi munkánknak a gyümölcsét és a termését itt élvezhessük együtt az itt dolgozó emberekkel, hiszen a Greenpeace kezdte azt a folyamatot segíteni, mentorálni, hogy a piliscsabai szeretett szolgálatnál átállítsák a viszonylag nem nagy területüket ökológiai módszerekkel zöldségtermesztésre. Segítettük őket abban, hogy megtanítottuk, hogy hogy kell ezeket a magas ágyásokat a Hernád Szent Andrási tapasztalatok alapján elkészíteni. Palántákat vettünk nekik, amelyek már eleve ökológiai módszerekkel lettek elültetve. Itt látjuk a magas ágyásokat, ezeket ugye tavasszal terveztük, tavasszal építettük. A Bio Szent Andrásról hozott palántákat és a saját palántáinkat ültettük bele. Most azt látjuk, hogy elég komoly, szép fejlesztés van, mert nagyon magasra nőttek ezek, és rengeteg termést is hoztak. Ebben az évben megtöbbszöröztük tulajdonképpen azt a termést, ami az előző évhez képest nagyon szép eredmény. Hónapok óta szüretelünk, nagyon sok termésünk volt ebben az évben, itt néhányat látunk ezek közül. Ugye ezeket mind vegyszer nélkül ökológiai módszerekkel termesztik a kollégáim. Vannak terveink, van egy szociális étkeztetés, ami most indul, ebben is tudunk ilyen terményeket vagy termékeket értékesíteni. Van egy missziói központ tőlünk egy sarokra, ahol több ezer vendégészakát töltenek vendégek. Őket is szeretnénk ellátni ezekkel a zöldségekkel, gyümölcsökkel. Valamint van egy csomagolásmentes bolt, ahol szintén kifejezetten odafigyelnek arra, hogy jó minőségű termények legyenek benne, a tejtől a zöldségig, ők szívesen árusítanak a mi eszköz, vagy a mi terményeket, illetve van egy bolt a Piliscsaba közepén, ahol szintén tudunk értékesíteni. Tehát úgy tűnik, hogy piacunk bőségesen lenne, ezért mindenképpen tervezzük, hogy jóval nagyobb mennyiségben állítunk elő ilyen terményeket. Látszik az, hogy egy kicsi segítséggel, kis odafigyeléssel milyen nagy dolgokat lehet ebben az országban felépíteni. Azzal, hogy megtanulták, hogy hogy kell dombágyást csinálni, hogy kell magaságyást csinálni, hogy milyenek az ökológiai módszerek. Itt látjuk, hogy működik a gyakorlatban, és egy egész közösséget fog éltetni reményeink szerint a jövőben. És nagyon örülünk annak, hogy megvalósult a Greenpeace-nek az egyik nagy álma, és bebizonyítottuk azt, hogy lehet ökológiai módszerekkel nagyon gazdaságosan, nagyon boldogan, nagyon egészséges élelmiszert előállítani.